Siker, pénz, nők, tánc. Kalandos élete során mind a négyből nagy kalállal merített. Szorgalommal párosuló üzleti véna plusz érzékeny művész lélek. Egyenlő, egy gazdag életművész. kapka György van itt. Ha ezen négy fogalom közül, tehát a siker, pénz, nő, tánc, fel kellene állítani egy sorrendet. Mi volt a legfontosabb a négy közül? Siker. Siker? A pénz abszolút nem érdekel engem én, nekem nincs viszonyom a pénzhez, nekem a pénz egy munkaeszköz, én egy sikerorientált ember voltam világéletemben, és az is maradok, ha még élek, mert egyszerűen a, még már kisgyerekkoromban is örültem nekem, amikor hazavittem egy krenzi kenyeret, mint kisgyerek, vagy hazavittem három kanat tejet, triciglivel, ugye az nehéz volt, mert dombra föl kellett hajtani. Ezek kis sikerek is nagyon boldogá tettek engem. Másodiknak mi? akkor a pénz mondjuk az utolsó. Az nem is érdek, a nőket. Teljesen. Nők a második. Hát igen, az, az, az sajnos az egy olyan örök gyengém. Szerelem. Örök szerelem. az olyan gyengém, hogy hát az, most már 82 éves vagyok, nem úgy élek, mint 20 éves koromban, de azért még ma is megnyalom a sót. <laughs> <Na éppen. gül> tudom, hogy 20 éve kiegyensúlyozott házasságon, de az még udvarol, tehát bokol. Persze, persze, persze. Hát azt nem tudom, elke... azt nem tudom abba hagyni. Van is néha vitám a nejemmel emiatt, hogy, hogy azért ne csókolgassd bent az alkalmazottakat, de ezt nem tudom megállni, de csókolgassam egyszer szép Nem fértékeny? Persze, persze, minden nő fértékeny általában. De ezt ő jól kezeli, ugye, egy általában... Hát én, hát én azelőtt már négy nővel éltem együtt, és megszoktam, hogy jól kezeljem ezeket a dolgokat. Az sokkal lehezebb. Ez volt. nem legend, hogy négy nővel élt együtt, és nem. egy ágyba, ugye? Tehát úgy volt, hogy ott ez nem, nem... legend, ez valóság valóban. Marizsó volt a negyedik. Hárommal értem, és ötöd, Marizsó, és ötöd a negyedik. No, erre is visszatérünk a későbbiek során. Ön <laughs> egy nagyon szerencsés Génállományt örökölt a szüleinek hála, hiszen édesanyjának volt, ha minden igaz, nagyon jó üzletérzéke, és a pedig egy, egy ilyen érzékeny, tanult, művelt, művész lélek. Volt. Ez így igaz. Önnek már az a kiskorába kijött ez a rendkívül jó üzletérzék. Az üveggolyókkal ott Erzsébeten, <laughs> nagyon ügyesen tudott már. Az az első sikeres vállalkozása volt. Hát igen, kaptam is két pofont apámtól. Ez szóval, nem üveggolyó, volt, agyaggolyó volt, ilyen színes agyaggolyó az a divat volt a gyerekeknél ilyen színes agyagolyókat, lukat csináltunk, és pöcköltük a golyót bele a lukba, és aki bele talált, az vitte az egészet. És akkor járultunk eh, agyagolyót, ugye, mert hát ezt vidéken laktunk. Már sebeten. önök volt egy szatócsból. Szatócsból, És hát így jött a gyerek, vett 20 golyót, akarsz játszani? Persze, hogy akart játszani, azért vette a golyót, hogy játszon. És én nagyon jól játszottam, úgyhogy 5 perc alatt elnyertem tőle a golyót, Mondta, van még nem tudom hány fillérem, és megyek vissza, és vezek még húszat. Mondtam, ne vegyél, mert azért a pénzért én 40-et adok neked. Mert nem emlékszem a számokra pontosan, hogy körülbelül itt történhetett. És akkor, apám megtudta, hát meg elbeszélt velem két pofon erejéig, hogy ne rontsam az üzletet. A saját üzletet már, család csak nem kérek. És utána színész akart lenni, fel is vették a színház és filmművészeti főiskolára. Nem, én nem úgy kezdtem. Én úgy kezdtem, akkor még nem volt szín, film, és film, csak színművészeti főiskola volt. Én úgy kezdtem, hogy jártam, két évig. És nagyon jó osztályba jártam ott is, Várdi, Hédi, és az a bizony, mert akkor most felsorolni őket, Éva. És levizsgáztam, mint színész. Én, mint diplomás színész, leszerződtem aztán Móra, át az borzasztó volt, két hétig tartott csak, akkor még Macek színház volt, onnan még elmentünk hárman sármelékre, hogy még hülyéskedünk egy kicsit, rájöttem, hogy ez mind kevés ahhoz, hogy Hát komolyan vettem ezt a szakmát is. És akkor 47-ben visszajöttem a főiskolára, és beiratkoztam a főiskolára, rögtön fölvettek, nem volt problémám. Jó színész lett volna? Ennyi időt. Én után szerintem igen. igen? Persze. Hát én az életben ma is jó színész vagyok, hát nekik, én használom az én színészi tehetségemet az üzlethez. Tudnék egy-két szerepet osztani önre, igen, nézett? Hát én nem a régen játszottam a Karinti Színházban, a nő a. Örültnökeket. Az a saját rosszul anyagilag, mint olvasom, ugye? Hát nem, hát az egy vicc volt csak, mert a, a fölívott volt teljesen, hogy te vállalod, ezt mondom te, ezt én vállalom, de nézd, diplomás színész vagyok ingyen, nem tudom neked ezt megcsinálni. Hát megállt a levegő, önkor telefonban ugye nem mert semmit mondani, egy gondolta, hú, ez a mit fog tőlem kérni most? És mondtam neki, hogy 100 forint előadásonként, és 50 a próbákra. És hát 100 előadást kifizetett előre, és csak 46-ot csináltam. Szóval én vagyok az egyetlen ember, akit a karinti túlfizetett. <laughs> Egyébként nem szoktak túlfizetni az embereit. És nagy sikerem is volt, nem annak köszönhetem szerintem a sikert, hogy milyen kitűnő színész vagyok, hanem beléptem az évet, kitört a taps, ugye... Hentest játszott. Hentes játszottam, igen. Mert az ugye nagy dolog, hogy a klapka elmegy színházat játszani, szóval féltékeny is volt egy darabig a helyei. csak az ember az dolgozott nálam annak ide, amikor színházom, színházom, volt, de mondtam neked, nem kell rám nem akarom elvenni senkinek a szakmáját, én nem is akarok színész lenni már, és nem is tudnék színész lenni, mert hiszen ahhoz az sokkal többet kellett volna csinálni egész életemen át, nem ezt, amit most csinálok, nem is cserélnék most már senkivel, meg semmivel, az se egy, kemény, az se egy könnyű szakma a színés, jobban azért. járt az én, hogy táncos lettem? nem? Így visszagondolva. Annyi siker hát, után, ugye... azért jártam jobban, bejártam a világot, akkor, amikor senki nem mehetett sehova, akkor én egy állandó kilépés útlevéllel bejártam a világot más pénzért. Volt egy érdekes mondata azért a tánccal kapcsolatban, most lehet, hogy nem fogom tudni szó szerint Visszaidézni, ugyan kiedzeteltem, úgy szólt, hogy nem voltam én olyan jó táncos, mint mondjuk Rappista. Így van. De mindig ö, kiválogattam a legjobb partnernőket, és Unterman voltam mellettük. Ez pontosan így egy van. Egy Ilyen vezérbika, egy ilyen nagyon karakán ember. Hogy tudott a táncba? másodhegedűsnek lenni egy nő mellett. Az Unterman az nem másodhegedűs, ez az óriási tévedés. Itt volt a Jeszenszkivel egy érdekes riport, ahol Jeszenszki ugyanezt elmesélt, hogy milyen differencia volt köztem meg a többi táncos között, hogy én nem akartam az én, én partneremet letáncolni. Én tálaltam őket, és az, hogy tálaltam őket, attól nagy lettem. Szóval ez a táncban teljesen másképp néz ki. Az Unterman szó, ez a cirkuszban nagyon szépen hangzik, hogy ő van alatta. Még egyet az Unterman az azt mondja, hogy alsó. alsó igen. De ez a, ez a, ez a táncba, a duetbe ez nem azt jelenti. Én nem akartam kimenni és letáncolni a Medvec Kilonát vagy a Balog Edinát, akik sokkal jobb táncosok voltak, mint én, hanem kiszolgáltam őket. Szóval úgy szolgáltam ki őket, hogy attól én is nagy lettem. Mert engem szerződtetek mindig sose a lányt. Mindig azt mondták, hogy klapka szerződés, és kit hozol magaddal. És akit én magammal vittem, azt táncolt velem. És mindig a legjobbat vittem. És mindig a legjobbat, na, na, mindig Mind a legjobbat sem. vittem, természetesen. Szóval én nem akartam soha letáncolni őket. Hát én ott is a sikerorientáltság, tehát én tudtam, hogy én elkezdek ugyanúgy forogni, ugyanúgy ugrani, ugyanúgy mozogni, mint a Balog Edina, akkor két tenyér nem veredik össze, azt a francba két tehetségtelen ember. Ma már nem táncol egyáltalán? Keringőzni. A, boldog, a boldogságtól. <síns> Nem nagyon, hát ebben a korban, meg ezzel a súlyjal már nem nagyon táncol. Ez már ]ben. nem menne? A férfiak nem spiccelnek, csak a nők. Nem, férfiak nem, nem azok az ilyen szegénységi bizonyítványok, hogy egy sasszé, az van férfiak. Hát sasszé, az persze. Most az volt még jó a táncban, ugye, hogy az átkosban, amikor 50-es években nagy politikai problémák voltak, hát akkor ugye a táncosnak mi volt? Hát nem jobbra ezt a sasszét, hanem balra is kész, és meg volt a politika. Szóval nem kell, nem volt politika nálunk. És mondom azt, hogy én 50 ben már kint voltam külföldön, 57-ben Izraelben, amikor még a Marosán aláírása kellett hozzá közvetlen a forradalom után. Szóval bejártuk a világot, más pénzért, boldogan, sok, és sok, sok más pénzért, a szóval sok pénzért. És, és tényleg, szóval eleinte nagyon el voltam keseredve, aztán később mondta. Már hát, nem sikerült a színész karrieri hát. módon, hisz ugye ez, ne, értünk, ez én... nem Ezért nem lehet soha tudni, mi a jó az emberek az csak életében. Csak Utol... utolag jön rá az Ugye jó járt, jól. Ész, kim volt Kelet-Németországba, és onnan elkezdte az embereket, ráadásul értelmiségieket, tehát nagyon potens embereket átcsempészni Nyugat-Németországba. Miért csinál? Akkor a kalandvágy mozgatta inkább, vagy, vagy bevallja azt is, hogy a pénz. De. Sikerélmény? Sikerélmény. Tudja, milyen óriási dolog az, hogy ott van maga ellen egy stázia, maga 20 ezer emberével, ott van maga ellen a rendőrség, a maga 50 ezer emberével, ott van maga ellen az egész politbüro, meg az egész társadalom, úgy, ahogy van, nem tudom hány ezer, 100 ezer emberével, és maga 5 éven keresztül meg tudja szervezni azt, hogy emberek ezreit viszi át. Ezre, azt mondja, hogy ezreket nem át ezeket Nem ezeket, át... túlzás. 150 embert vittem át. Szép szám. Nagyon szép szám, 5 év alatt. Mennyit keresett ezen? Nem, nem sokat, mert hát én, nekem 32 emberem volt. Hát már Igen, a már egy, volt. végén már egy szervezetet működtetek gyakorlatilag. Na, én az első hármat csináltam csak egyedül, a többit azt mind már szervezetten, szervezetten csináltattam mással. Hát gyakorlatilag ön akkor Hon Gyulát megelőzte, megnyitotta a határokat. Van, ezt csináltam pontosan. Én mindig azt mondtam, hogy egy kicsit előbb volt, mint a Gyula, mert ő is pénzért csinálta, mi is pénzért csináltuk, mert ugye hát ő kapott egy milliárd márkát azért, hogy nyitva volt a határ, mert a után mindjárt kiment Németország, és rögtön megkapta az egymilliárd márka támogatást. Azt tudjuk, ugye. Tehát ez, az is pénzre ment ki a játék. Meg a keletnémetek, amikor elfogták az embereket, nyugatra eladták az embereket pénzért. Szóval ez nem egy olyan valami pénzért történik valami világon. Helyesen nincs olyan dolog a világon, ami nem pénzért történik. Hát mi is pénzért csináltuk, persze, tízzel márka volt egy ember átvitele. Az akkor abor... milyen fizetésnek számított? Egy értelmiségű mondjuk mennyit keresett abban az időben Németországban? Hát uh, inkább az árakról beszélek. Egy uh, új Mercedes volt, 200 dízel Mercedes, Mercedes volt, 8700 márka. Tehát egy Mercedes tudott a vastagon. Igen. Na de ez nem az enyém volt. Ez, ez a személyenként márka. kapott annyit? Személyenként. Az nagyon szép. Na most, nem a, na most mindenki tartotta a markát. Ugye azért 32 ember, itt óriási rizikót vállalt az ember, aki átvitte, óriási rizikót, aki átment először. Szóval itt mindenki rizikót vállalt, és olyan rizikókat, hogy 10 meg 12 éves börtönöket, kelet-német börtönöket, ami nem kicsi. Szóval ítélték az Engem igaz? igen. Mert ez kicsit sok volt az én munkám, a többieké kevesebb volt. Az igaz, hogy meg akarták mérgezni? Csokoládéval? Egyszer? Én gondolom, én nem kosztoltam meg, de azt mondták hogy jobb, hogy a belügyminiszter azt mondta, hogy jobb, ha nem kóstolom meg. de küldtek -e egy csokit? Igen, igen, ismeretlen feladó. Bombolt, egy kis szép bombolók voltak belőle. Én imádom a csokoládét. Gyerekkoromban a szegény anyám egyszer, pár, kétszer úgy megvert, mert jött a vevő, és mondta, hogy abban a csokoládéból kérek három szemet, és akkor adták neki, jött vissza egy óra múlva a néni, hogy ne arra a abban egy volt, egybe volt bombon, a többi üres papír volt, csak be volt, hogy szépen csomagolva, mintha benne lenne a bombon. Nem kellett kérdezni, ki volt az, mindjárt elővettek egy két nagy pofon, és akkor mindjárt bevallottam, hogy én voltam az, hát, hogy ugye üzletünk volt, és imádtam a cukrot, imádtam a csokoládét, gyümölcsöt nagyon szerettem, úgyhogy főtételt meg nem, húsz, meg nem, meg ilyesmit nem, hát gyerek. Ennyi tánc, azért egy kemény műfaj a tánc. Hála Rengeteget kell dolgozni. Hála Ön még mellette hogy az üzleti életét, és menedzselte már ott Németországban. Hogy jutott ideje a, a bohém életre? Hát azt nem is tudom megmondani. Ez egy érdekes dolog, hogy amikor az ember fiatal, mindenre van ideje. Repültebb, Vitor mindent csináltam, szóval annyi mint sokk versenyeket csináltam, jó sakkozó voltam. Még is sakkozik, ugye? Igen. Sarkfersenyeket csináltam, meg. csináltam tévében, és a sarksúlit én csináltam a tévében egyik mester. Szóval mindent csináltam, és mindenre volt mindig időm. És amikor az ember kezd öregedni, akkor csak nincs semmire ideje, soha többé. Semmit nem tud csinálni, mert erre sincs időm, arra sincs időm, arra sincs időm. Hát önnek azért kellett, hogy jusson, ha igaz a legenda, ezer nőt vitt táncba, hogy stílusos legyek, a legenda szerint, ugye? Hát biztos volt, én nem számoltam meg, de hát szinte hetenként kettő hármat szóval. Mi volt az ön ellenállhatatlan sármereje? Mindegyik olyan szép gyerek voltam. Nem én mondom ezt. ezt Madvetszki most nyilatkozta, nem olyan régen, hogy gyönyörű szép kölyök voltam. Nagyon szóval szép, jó, fiatal ember voltam én. De nagy dumája volt? Ezen a hugom a, a következőt mondtam, most, nem olyan régen a nejemnek, mert arról beszéltek, hogy hát olyan fiú nincs, valakiről beszéltek, hogy ki, bár egy mesellovagot, akinek, aki fiatal, akinek pénze van és jó a fütyüje, szóval és azt mondta a, a, hogy ilyen ember, ilyen fejetemet ő nem ismer. A szókon ismert egyet, a bátyját. <laughs> <laughs> szóval hát mindegyik ment. Úgyhogy szerencsés ember voltam, tényleg ilyen szempontból. Mindig volt rengeteg pénzem, jó képű gyerek voltam, nagyon jó testű gyerek voltam, nagyon remek alakom volt, miatt a táncos Sok olyan nő volt, akit nem kapott meg? És nagyon akarta? Eltán kettő vagy három az életemben. Azt minek a számlájára írja, hogy az kimaradt? Elmondok, egy, egy elmondok. Bakástéren laktam, 40, nem tudom hányba, egy galérián. És nem volt fürdőszobám, de bent a színházban tudtunk, akkor már dolgoztam a színházban, színházban tudtunk zuhanyozni, táncosok voltunk, minden színházban ahol dolgoztunk, volt zuhany. És ott zuhanyoztunk. És fent volt egy csaj, akit nagyon szerettem volna, és hát ott nagy boldogság, szellem, csókolózás, kéz, láb, minden a világon, csak az nem. Minden más megvolt, messzelenség, minden megvolt. És nem, 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 és akkor kész, nem, jó, elkész. És sok évek után találkoztam vele, aztán férhez ment egy olimpiai bajnokhoz, és évek múlva találkoztam vele, és mondtam, te mondom, áruld el nekem, akkor mi volt akkor azon a nap, amikor te azt mondtad, hogy nem, miért? Azt mondta, nem volt fürdőszobád. Nem tudtam volna megfürödni utána. És ezért. Szóval, és akkor rádöbbentem, hogy milyen igaza van. Ilyenek bántják, hogy kimaradt például nem, az a kettő? Nem, nem. Én nagyon tudok veszíteni. Nagyon. Pénzt is, nőt is. Azt könnyen észreveszi, hogyha egy nő a pénzre megy? Há, hogy ne rögtön. Rögtön. Hát persze. Sok ilyen volt? Hát persze, meg van is. <laughs> csak volt, hanem van. Ma, Ennek... ma, néze, ma már, amíg fiatal voltam, is számított az, hogy milyen a testem, milyen a fejem, hogy nézek ki, stb. 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 Ma már a belső értékeimet értékelik csak. Tudja, mi a persérték? <laughs> De azért gálás nőkkel, ugye? Persze. Mindig is az Nagy voltam. Valami. Igen, mindig is az voltam. Mindig, is az, mindig voltam. is az voltam. Gyerekeimmel, nőkkel mindig gálás voltam. Szóval én soha, én sose voltam sporulós, meg smuczig, meg engem soha nem érdekelt a sporulás, meg élelmiszer, vagy gyümölcs, vagy ilyesmi, engem nem érdekelt, hogy mibe kerül az édesapám volt az, aki mindig spórolt, és azt mondta, hogy vegyünk házat, majd én spórolok annyit, hogy házat vegyek, te is sporoljál, mondtam, nem apám. Én mert akkor fogok házat venni, ha sok pénzt fogok keresni, hogy elég lesz a háza, én nem spórolok házra. Én jól akarok élni. És így is volt. Sok pénzem volt, akkor vettem házat, vettem nyaralót, vettem mindent. Szóval azt mondtam, sokat kell keresni, nem sporolni kell. Mondta, ez az én jelszavam, az, na, többieknek nem ajánlom, spóroljanak csak, mert nem lehet, lehet tehetségem felül, vagy, vagy felül élni, az nagyon sok családnak a legnagyobb problémája az, de az országnak is a legnagyobb problémája az, hogy százat keres és 150-ből él. És ez nem megy tartósan, ez nem megy se az országnak, se a családnak, se a világnak. Hát sajnos nincs mindenki fölvérte ezzel komoly életbölcselettel, ezt tapasztalni. De a világ is ilyen, sajnos. Amerika is. is. ilyen, és mindenki ilyen, hogy mindenki 150-ből él, mert azt mondja, jaj, most gyorsan, gyorsan, majd valahogy kifizetem. Aztán jön a krach, és olyan a bal, és jön ez, ami most van például. Ugye? Nagyon izgalmas életet élt már Németországban, is, és is utána, hát gyakorlatilag motorversenyző volt, reklámcéget üzemeltetett. Ezek legendás történetek. Hazajött, azt hiszem, azt a hagyományos mosópor ötletet, az, hogy beperelték önt, ezt szinte már klasszikusan nem Viszont én bukkantam egy érdekes történetre, ön a nemzeti logobó, lobogókból is pénzt tudott csinálni. A rendszerváltás? Ja, Sikerült? Nem, a, nem a, rendszerváltás után volt az. Ez nem a rendszerváltás után? De, volt? hogy is. Hát a kommunista világban volt. Ez a kommunista világban? világ? Persze. Hát akkor én táncos voltam, meg minden nyavaja. Csak rájöttem, hogy ez egy remek üzlet. Szóval akkor volt az, hogy ne legyen keresztelő, meg ne legyen ez, meg ne legyen az, és ilyen névadó ünnepség volt, meg névadó izé volt a gyerekeknél a tanácsnál, és hát ilyen csináltunk ilyen szép brokát, brokát azt a amit a papoktól vettünk, mert ott volt szép brokát, és a kommunista szemben az asztalra, hogy hát ez jó dolog volt. Na, bementünk ugye fekete kocsi, két fekete öltözött ember, kis aktatáskával, tanácselnök Mindez táncosként, tehát semmi tán... nem, volt. Nem, 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 nem táncosként. Hát akkor volt persze egy kamu, ez, ez, ugye, <laughs> <sarab> Igen. egy kamu vállalatunk, valakinek volt, ritkó szaniszlónak hívták. Lehet, hogy ez a szaniszló ritkóné, ez a lánya annak, mert annak sok lánya volt, sok gyereke volt, aki nálunk ő, ezért volt, a névadó volt. Ritkó szaniszló dízzászló iparművész. Ez olyan szépen hangzott. Igen. Ritkó szaniszló Dízzászló. Az valami lengyel hős, vagy valami kommunista ezért, szóval az jó volt ez. Na, mi megérkeztünk érzébe, a ezért, tanácsjelnök Tessék, hát ugye, fekete kocsi, két fekete ember. Attól fél, hogy elviszik rögtön. Tehát olyan, mint, mint ma, lenne, hogy elviszik rögtön. Szóval. Tessék, elvtárs, most jön május elsője, október, nem tudom, ez a, mindig volt valami szó, április 4. <laughs> Láttam magam előtt, ma azon nevete. Április Igen. 4. Mivel ünneplik a ízlét, milyen zászlóval? Hát azt mondja, ezzel is hozta rongyos ízét, mert egyszer kirancsak egy zászló, az megázik, annak vége. És hozta elvtárs. Ezzel a kopott zászlóval? Május elsőjét? A munka Na eltás, itt van egy magyar zászló, 390 forint, itt van egy világprojekte, egyesüljetek, 430 forint, és bemutatom a zászlókat, igen, de hát nincs pénzünk, nem baj, a hármasról lehet fizetni. Minden tudtunk. Ugy, hogy Mennyit adtak el körülbelül? Rengeteg. Rengeteg? Hetenként kerestünk 25-30 ezer forintot, akkor volt valakinek a fizetése, a havi fizetése, 6 vagy 800 forint. Hihetetlen sok pénzt hihetetlen sok pénzt kerestünk vele. Ön gyakorlatilag hát 6 akkor... vettük méterét az anyagnak. Megvaradtuk az anyagot félérekért és 400 adtuk. Hát tessék kiszámolni, és rengeteget adtuk el. És utána, nem csak a találcsa, és a TSL TS, hol van? Ott TSL, elnök, elvtárs, mi? elvtárs, ezzel. Hol a -e izé? Elvtárs, ezzel. Azért vagánsági nem ment a szomszéd. Nem, 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 Úgyhogy mindenkit megdomáltuk, hogy vegye meg a gyönyörű rászlátokat, egy ilyen túrán megkerestük, hát persze akkor menni kellett ugye hétfőtől péntekig, falura falura, mindig beosztottuk, hogy hol voltunk már, hogy oda ne menjünk, falura falura, és szépen megszedtük a 20-25 ezer forint tiszta nyereséget. Ön akkor gyakorlatilag azt mondja, ha jól veszem ki a szavaiból, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy az ember mit ad el, csak ügyesen csinálja. Így van, ugye? Így van. Így van. Mindegy, hogy a zászló, teljesen reklám, mindegy. arany, diló, Telje, teljesen, mosópor, mindegy? Teljesen mindegy aki, aki tud eladni, az ugyanúgy eladja a zsömlét, mint a gépkocsit, mint a... És érdekes módon, mikor gépkocsikat árultam, hogy milyen különbség az, hogy valaki hogy ad el. Nekem volt nyolc eladóm, mint kivétel nélkül mérnök volt, szó, szóval egyetemet végzett mérnök. Volt olyan eladóm, akihez bement tíz ember, és kilenc ember megvette a kocsit. A másik eladó, aki mellett ült az asztalnál, bement tíz ember, és egy se vett kocsit. És akkor oda mentem, és meghallgattam, hogy mit mond az egyik, és mit mond a másik. Hogy miért van az, hogy az egyik el tud adni, a másik nem tud eladni. Mind a kettő ugyanazt mondta, uram, szó szemben belet tanítva. És ez mi múlik ön szerint? Mindenen. A szimpátián, a hangsúlyon, hogy mikor csapok le rá, hogy mikor, mikor van az I betű ott, milyen, mikor teszem a pontot rá, szóval... Ilyen apró szok a mesterfogásokon múlik? Ilyen, nem múlik. Ilyen nem múlik. Uram, én soha életemben nem mentem oda egy, szerző, egy szerződés nélkül ezt tárgyalni. Tehát amikor én valakihez oda megyek és akarok venni egy házat például, és előre megnézem persze, hogy, meg, hogy körbeszagolom, hogy mennyit érnek, stb. És az ő a háza, kér 100 millió forintot, én csak 80 at akarok fizetni. hogy csinálok egy szerződést, komplet, mindenben van a szerződésben, csak az összeg nincs beírva. Minden más benne van. Oda megyek, beteszem a zsebembe, nem szok egy szót sem. És elkezdek alkudozni vele. Hát annyira, nem, 70-én, nem, 70-én, nem, és... E -e -e. És végül megállapodunk 85-ben, mondjuk. Akkor itt a szerzés uram, itt van, beírtam 85, írja alá. Ha nem írja alá a pillanatban a szerződést, lehet, hogy hónapra meggondolja magát. Vagy még egy másik fel, aki 90-et érte szóval Ezek olyan apró, ezek semmiség, ez, ez sokszor van őres járat. Megírom a szerződést, és nem sikerül. Ilyen van. De az, hogy fölkészüljek tökéletesen arra a műveletre, akármi az. Én soha nem adnék el úgy zsömlét, ha nem tudnám, hogy kell sütni a zsömlét. Igen, e tekintetben végtelenül tudatos. Tehát megtanulja az adott Meg kell tanulni. iparágnak a Meg kell Én azt se tudtam, hogy mi a dió. 15 év van, olyan mester. Milyen lett az idei diótermés? termés? tudom, ah, júniusban nem... van a... Nem júniusban a terem? A biodió? Hát a biodió az júniusban, a rendes az októberben. Önnek nem biodió? De az. Akkor júniusban most túl vagyunk rajta, Mert nem? Mi a, a különbség a biodió és a rendezdió között, hogy a biódió az előbb terem, gondolja? Nem, nem csak, hogy önnek biodió. Október, van. uram, október, október. nem jó, jú, persze. Júniusban még nagyon zöld a dió, de nagyon... Valahol a... azt olvastam, hogy azt mondta, hogy júniusban terem nem, a biodió. Nem, jú, nem, nem, Júniusban le lehet szedni a zöld diót, és abból lehet csinálni ja, jemmet, Értem. Gyemmet, meg ezt, meg az, akkor még keresztül egy tűvel szúrni a diót. De az életdió az októberi tehát októberbe kell. Hát én akkor lemegyek, szeptember 20-án lemegyek a Diósba, egy hónapig ott lakom, és ott megindul a szület, a, mind a 30 De ő rajta tartja el. a szemét, tehát ott aztán a kertész kioktatja adott esetben? Kit? Kertészt. Én oktatom ki, Ezt nem fordítva. Ezt mondom, hogy adott esetben ön kioktatja én a kertészt? Akar, így. Ennyire érted jó? Igen. igen. Ha lát egy, nem tudom én, darazsat, vagy egy ágacskát. mi a probléma. Igen? Igen. Megmondom, mi a probléma. Hány 40 hektárja van? 40 hektár. 41. 41. 41 hektár. Mennyi? Az? Hektár... 8.800 diófa. Az szép. Mekkora haszon lehet ezen, ha ezt elállom? Uram, elmondom maga, hogy egy rossz termésnél van 1 tonna, egy jó termésnél 3 tonna hektáronként. Gyorsan szorozza be. Jó, Matekos? Nem mondanám. <laughs> hát az egy egyszerű számítás. Tehát egy jó termésnél van ugye 40 x 3. A 120. Na, Ez még megy. Egy rossz termésnél van 40. És mennyivel kell? 3 euró? Igen. 3 euró. Mennyi az? 360 mondjuk egy rosszabbnál, ugye? Nem, jónál 360. Na no, most megfogott, megfogott, most már belementem az ön utcájába. Ugye? 120 egy rossz termés, Menjünk egy rossz termés, 40 x 3. 120. Ezer micsoda? Euró. Bizony az nagyon nagy pénz. De ez rossz, rossz termés. Bizony, De Jónál 360. Bizony, bizony. Ez nagyon, jó. Viszont bizony, ez hosszú távú művelet. Hosszú távú. Ugye művel. ez 15 10, 10, 10, 15, 10, 15, 10 évig 20 csak éve. belerakja a pénzét. Utána kezd teremni, és 15-16-17 éves, amikor a teljes termést adja. De az aztán adja 60 éves koráig. Ezt akkor is koráig. nem is magának csinálja gyakorlatilag, ez inkább most már gyerekeinek számít. Én uram, ma is úgy dolgozok és úgy élek, mintha még 50 évig fogni, élnék. Én ma is vettem gépeket, sőt, csináltattam most, egy, átrendeztem az egész szárított komoly pénzért, hogy ne keresen hozzá nyúlni, minél kevesebb kézi munka legyen benne. Én egy olyan mintafarmot építettem most oda, amin az országban sincs még egy. Nekem van a Diószületről, tavaly csináltunk egy, egy riportfilmet a Diószületről, és a Nürnbergi vásáron, mi februárban ha mindig a Nürnbergi vásár kint voltunk, sorás volt nézték a riportfilmet, nem láttak, az egész világon nincs ilyen film. Hogy hogy születelik a diót? Maga el se tudja képzelni. Itt van nálam egyébként. El se tudja képzelni, hogy micsoda munka a dió leszületelése. Önnél ez hogy kezdődött, amikor először elhatározta, hogy ilyen ültetvényt csinál? Nem. Gondolom, semmit nem tudott akkor a dió. Az, hogy be kell belőle csinálni. Ennyit tudott. Igen. És ahhoz képest most már jobban ért hozzáadott esetben, mint a kertész. Így van. Szorgalom. Ez szorgalom kérdése? Szorgalom kérdése. Semmi más. Meg memória kérdése. Mem nagyon jó memóriám van, az én nagy szerencsém. Még ma is. Kitűnő memóriám van. Ezt a fajta attitűdöt, világlátást, ügyességet ki fogja örökölni? Gyerekei viszik a birodalmat? Hát én a lányom az egy zseni, az. nobel díjat is kaphat. Hát még igen. Hát Mondjuk fog, el, hogy mit csinál, nagyon érdekes dolgot csinál. Az is itt van egyébként, hogy ő a gerincsérülteket szeretné kiemelni a, a székből, és ez állatkísérleteken már sikerült, de emberkísérleten csak azért nem lehet még embert ezzel megoperálni, vagy rendbehozni, mert mellékhatása vannak van a gyógyszernek, amit ők használnak az állatoknál. Tehát az állatoknál nincs mellékhatása, de hogyha ezt a mennyiséget egy emberbe teszik bele, akkor az mellékhatása, és kiszámíthatatlan mellékhatása van. És most azt kísérletezik ki, hogy hogy lehet a gyógyszert olyanná tenni, hogy annak ne legyen az emberi mellékhatása. Úgyhogy érdekes nagyon a munkája, amit csinál, szenzációs, és hát szóval én nagyon büszke vagyok büszke, rá. Büszke, rá, nagyon elvágyult, ahogy nagyon, beszéltes nagyon sor. büszke vagyok rá. A film az a Vodafone-nál Product eh, produktmenedzser, osztályvezető, Düsseldorban, most vett egy házat magának Düsseldorf közepén, nagyon jó keres, nagyon jó dolgozik, minden gyereken beszél három-négy nyelvet, a kisfiam, hát az, az a problémám van, a kisebb gyerekkel azzal van egy problémám. A kislányom meg tegnap este telefonált büszkén, papa, fölvettek az egyetemre, jaj, papa. A Korvinusra Corvinusra. Úgyhogy büszke mondta nekem, hogy fölvették a Korvinusra és úgy örült neki, mint... én voltam az első, akit fölhívott, hogy fölvettek az egyetemre. Nem mondom, hogy hála Isten, örülök. Jó, apa? Ja, és én nagyon jó apa vagyok. Igen? A saját maga maximalista elképzelése szerint? Nekem nem, minden a gyerekeim szól. Akár még gyerekem, hát a fiam most vette a házat, ugye a papa kis segítség kell, pedig most már 30, nem tudom, hány éves. Mondhatnám neki, hogy gyerek, hát én meg maga, hogy tudsz, hát ne vegyél házat, nincs annyi pénzed. Jó van, itt van, papa adott neki egy csomó pénzt, eurót, nem forintot a lányomnak, meg a fiamnak annak idén adtam egy 72 hektáros szántóföldet, aminek az értéke 360 ezer euró ma. Csak úgy ajándékba. Szóval én a gyerekeimnek mindent. Most ennek a, még az unokáimnak is. Az unokám az jelentkezett az erves orvosira, a fogorvosira, és nem vették fel. Egyébként annyi idős, mint a lányom, ő is 20 éves, meg a lányom is 20 éves, és nem vették fel az orvosira, és mert sehogy sem vették föl, államilag támogatottak az orvosira. És beszéltem az apjával, az első házasságomból van az apja, és mondta az apja, hogy ő nem fizet, mert két millió forintba kerül az évi tandíj, hogy ő nem fizet két millió forintot ki, mert ne tanuljon a gyerek, hogyha nem vették föl, mert kémiából vagy milyen fenéből nem volt olyan jó jegye. És mondtam neki, na ide figyelj, majd én beszélek apáddal, az első fél évet én kifizettem neked egy millió forintot, nyugodtan mehetsz is már, most mehetsz, ez ma, ma történt, mehetsz is beiratkozhatsz az orvosira, és apáddal én beszélek, azt mondta, hogy nem, már beszéltem a papával, és azt mondta, hogy nem, nem mondom, más, azt elbeszélsz, és más, én beszélek vele. Fővettem a telefont, beszéltem vele, hát mondtam neki egy pár kedves szót, ugye, és akkor megállapodtunk abban, hogy jó, a másik, hónap, a másik fél évet ő fizeti, elsőt én, és mondom, nézd, ha a gyerek nem tanul, és rossz tanuló lesz, akkor menjen kukásnak, vagy varónőnek, vagy meg akar, de ezt a szanszot meg kell neki adni. Szóval én az unokáimmal is ilyen vagyok, nem csak a gyerekeimmel. Én nagyon szeretem a kölykeimet. Lepjen meg minket azon túl, hogy nagyvonalú pénzen tudni mi mindenre képes, csak egy hétköznapi dolgot áruljon el, ha mondjuk a gyerekek azt akarják. Az ott esetben éjjel, oda megy és... Igen. Igen? Igen. Hát most a, a lányom szülni fog másodszor, ahogy megkapom az izét, én abban a pillanatban ülök kocsira és megyek. Ön, úgy szóval, szóval... általában ugye az életével elégedett, azt jól látom. Én nagyon. Nincs hiányérzete se a magánéletébe, nincs Abszolút. apaként, férként, Semmi. üzleti tekintetben. Ugyanígy csinálna mindent. Mindent. Én mindig azt mondtam, hogy ha újra születnék, általában az emberek azt ha újra születnék, akkor milyen másképp csinálnék mindent. Én nem. Én úgy, börtönben is voltam. Volt börtönben? Persze, adócsalás, én Németországban, persze. Hány évet ült? Semmi más, 18 hónapot. 18 hónap? É, előzetesben. Kemény volt nagyon? Ne, nekem nagyszerű volt. Nem mondja. Senki nem zavart. Hát ott <laughs> ugye, ez is egyes cella van, ugye Németország, ez nem Magyarország. Ott volt televízióm, volt bent rádióm, volt bent írógépem. Nem azt mondták soha, hogy Klapka úr, a cellába menjen be, irodába klapkor, mert egész nap szólt a, író, a írógép. Úgy hívták a cellát, hogy irodába. Igen, úgy, ugyanúgy kereskedtem, ment ki 20 levél laponta, 20 levél bejöttem. Még akkor a... is fiatal a üzleti vállalkozása hogy ugyanúgy? Nem. Minden csináltam, én vezettem mindent onnan. De hát az is olyan volt, hogy, hogy 4,5 millió adócsalással vádoltak meg, azért volt ez a ez a 18 hónap és hát igazságszint 25 ezeret találtak valóban. Hát az ember nem tud annyira vigyázni, hogy ne találjanak valamit. Szóval sáros volt, azt elismeri. 25 ezer és sáros voltam. De, de nem, szóval én nem, más ember összeesik meg, összecsinálja magát a börtönbe. Én semmi, nekem nincs, nem volt az életemben változás, nem unatkoztam soha. Nem dohányzok, ugye nem iszok, is az egy óriási nagy dolog. Ott minden két hétbe lehetett vásárolni 270 márkáért, úgyhogy foghajmát foghajmával lettem. De van olyan bulia volt, olyan vállalkozása, hogy tudom, hogy ez jogi nonszenz, amiért mondjuk utólagosan beperelni saját magát, ha mondjuk erre lenne lehetőség, ha már említette ezt a magyarul, ami még önnek ennyi időtávlatával is forrónak tűnik. Nem, nem mert én mindig mindent nagyon megnézek. Szóval én, soha, én, én először mindig megvizsgálok valamit, végigjárom elő. Itt van az autóügy. Ez egy tipikus ügy volt, ugye a több milliárd forintos vád volt Magyarországon, ugye egy milliárd valamennyi forint csempész, és egy millió valamennyi forint orgazdaság, mert egy vecsempészet árut el is adtam, ugye a rendőrség is orgazda volt, is 200 darabot belőle. Most volt egy olyan rendelet, Magyarországon, hogy a gépkocsi az, az termelő eszköz, és ha behozzák aportként a gépkocsit, akkor minden feltétel nélkül le kell vámolni. A feltétel nélkül vámolás még annyit jelent, hogyha 8 órakor feltétel nélkül levámolták a gépkocsit, és az a KFT tulajdona lett, a másik törvény meg azt, hogy a KFT a vagyonával azt csinál, amit akar, akkor azt a gépkocsit bedobhatta a Dunába, földgyűjthatta, eladhatta, leasingelhette, csinálhatott fel, amit akart. Most ők arra gondoltak ennél a törvénynél, hogy bejön, behoz egy kocsit magának, egy kocsit a titkárnőnek, és kész. Hát én meg mindjárt 2000-et hoztam. Hát ha úgy legyen é, persze, én nem szeretek kicsibe dolgozni. És hát ez akkor megjött, ugye 91-ben, január megjött az a klapkellens törvény, hogy továbbra is le kell vámolni, de ha három évben eladja, akkor már feltétel volt, három évben eladja, vagy leasingbe adja, vagy, vagy begyújtja, vagy nem tudja, akkor ki kell fizetni a vámot, meg az áfát. És ezt visszamenőleg akarták rám kenni. Hát ez nem megy. Ezt nem lehet csinálni, mert visszamenőleg egy törvényt nem lehet. Nem lehet 91-ben törvényt az, is 90-re vissza mennek csinálni. Ez Meg nem is értény. nyert minden perc. Minden pert Pedig, pedig hát 26-szor voltam az első fokon, akkor az ügyész fellebezett, mentem másodfokra, kétszer voltam a fönti másodfokon, visszadobta az egyik részt első fokra, a kocsit akkor elismerte már, a devizát visszadobta, az is volt deviza is, meg minden volt, amit csak létezett, minden volt. Szóval a BTK három kötete, azt mind felolvasták akkor megint első fokon voltam, és nem is akárkiknél, az első a Szebeninő voltam, aki egy nagyon jó bíró, és akkor a legjobb gazdasági bíró volt. Másodszor, ugye másodfokon ott három bíróval van mindig, az nem tudom, kik voltak azok. Visszadobta a Vargához, az se egy kutyabíró. Bizony, a Vargazolihoz. Az se egy kutyabíró, a Vargazol, egy nagyon nagy tudású bíró az sem is, hogy fölmentett engem, a dicshimnuszok az, dics az, az engedt a tárgyaláson, hogy ilyen emberek fogják az EU-ba bevinni az országot, nem mi, mi meg a ügyész, meg ezé. Úgyhogy nagyon szép volt, meg jó volt. Ezen mennyit keresett ezen a bulin? 600 millió forintot. Ha hát nem van sok pénz az. Mennyi volt a legtöbb pénz, ami egyszer a zsebébe volt? Hát volt ez. Ami rendelkezett. Hát volt egyszer a elég sok pénz, de, de az, szóval az jó dolog, hogy én például Romániában elveszettem másfél millió dollárt hat hónap alatt. Más ember felakasztja magát. Én meg megráztam a vállamot, hagytam mindent a francba, és kijöttem, és azt mondtam, nem érdekel. Hányszor kezdte újra? Husszor az azért. Igen, de az nulláról? Tudom? Nulláról, nem tudom hát sokszor. De úgyhogy tízezer forintja volt, és. úgy ja, állt Nem a nulla és a nulla között nagy különbség van. Nagy különbség van, az a nulla az az, hogy éhezek, vagy az a nulla az, hogy, hogy hát azért van lakásom, meg van kajám, meg van mindenem, csak éppen nem tudok elmenni a, a, be, a kaszinóba. Mi a kaszinóba. Mi a kaszinóba. Mi a kaszinóba. Szóval. tehát a nulla és a nulla között is különbség van az óriás kerék az mindig forog mindenkivel. Csak az a kérdés, hogy mindig, megáll, mindig, lent is van, meg fönt is van, most sose most meg. Jelen állapotban, most inkább fönn van, ugye? Ennyi, az fönt van, igen. Most De nem áll meg az anya szentség, az a baj, megy lefelé mindig. Szóval... De most lefelé tart, hogy még, ne, még van innen még, 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 úgy úgy felfelé, érdi, igen. És mindig az ember mind arra vágyik, hogy fönt megálljon az orjás, sose, sose áll meg. És mindig az a kérdés, hogy az a lent hol van. Hogy, hogy mennyire van az a lent, hogy teljesen a földön van, vagy a földön egy emelvényen van, vagy még följebb van, Hol a lent? Az sok mindentől függ. Egy ilyen embernél, mint én, sose lett lent az, hogy ne legyen mit ennyi. Meg hogy ne legyen mit, nem tudom, ez nem létezik. Ön mikor volt boldogabb, Amikor táncos volt, vagy amikor üzletember? Akkor sikerem volt? Mindegy, hogy hol. Mindegy ön te hogy hol. Igen. Úgy is kérdezhetném, hogy a táncosok közt ön a legjobb üzletember, vagy az üzletemberek közt ön a legjobb táncos? Egyiket sem mondanám én így mert, mert nem vagyok én a legkitűnőbb üzletember, mert vannak nem sokkal jobbak, és nem én voltam a legjobb táncos, voltak volt sokkal jobbak. Én, mint táncos, el tudtam magam remekül adni, tehát, mint táncos, használtam az üzletemberi tehetségemet, és mint üzletember használom a színészi tehetségemet. Szóval ez egy óriási forr az életemben, hogy mind a kettőt tudom használni. Ez egy ilyen szerencsés egyvelek, ha Szerencsés egyvelek, igen. Egyik a másik nélkül nem benne, úgy érzi. Én, igen. Má nem máshol lennék akkor. Akkor, mint, ha én például éneket csináltam, mint, mint táncos, ugye szóltak a tévé, vagy te, hétfő van, szerdára kellene öt szám. A szerdára öt szám, gyerekek, hát megcsinálom tizenkét 12 próbával. szó szóval, hülye vagy, tehát hétfőtől szerdáig 12 próbát, hogy csinálsz? hát, hát hétfőn 10 órakor az egyik próba, fél tizenegykor a másik próba, fél egykor a harmadik próba. És, és az volt a helyzet a tévében annak idején, ugye, hát akkor nem volt sok tévé, csak a király, hogy fizettek egy bizonyos összeget a fellépésért, és a próbákért vagy 50 vagy 80 vagy 100 százalék, hát hány próba volt. Tehát sok próbát kellett produkálni az, hogy az embereim keressenek. Nem az én pénzemért harcoltam soha, azt hiszem kiharcoltam előre a koreografálási pénzt. Operai táncosoknak, meg a többieknek, és kiharcoltam nekik, és azért mindenki hozzám jött táncolni, mert ha én dolgoztam velük, akkor kaptak, mit tudom én, 600 forintot egy tévéadásért, a más csináltak, akkor kaptak 120 forintot a tévéadásért. De a legenda szerint ön azért gyakran megfordult akkor is a magyar televízióban, amikor. Állandó jelleggel Nem ment úgy annyira a szekér, ugye? És akkor úgy azt adta elő, hogy gyakorlatilag porzasztó nem, elfoglalt. Nem, nem, ment nekem akkor is a szekér, csak egy rafinált üzleti fogás volt. beültem ott, volt a, az első emeleten egy büfé, igen. igen. Beültem oda, és hát volt, mit, mint 20 percem vagy 30 percem, nem több, mert azért próbáról próbáról hantam. Csak beültem oda, és akkor jött a Pauló, vagy a, akármelyik, a Deák Pista, vagy akármelyik, hát akkor más társaság volt, Bálint, Mari, stb. Mit csinálsz, szevasz, szevasz? Á, nagyon el vagyok rengeteg ízét csinálok, most csinálok három műsort, igen, te nekem is kellene, hát neked kivételesen megcsinálom <laughs> Szóval é, azért mondtam, el tudtam magam rendesen adni. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Egyáltalán az ember életében nagyon fontos, hogy el tudja magát adni. Ha már azt mondja, hogy el kell a magát az embernek, és mindent el kell tudni adni. Sikerült-e túladni az epekövekből összeállított kis gyémány. Ezek, ezek, ezek tíz karátos kövek, úgyhogy ezt nagyon őrzöm most is. Ugye és mondjuk egy... el lehet, hogy a nézők nem tudják, hét epekövet kioperált a kömből, és azt mondta, jó nagyokat, jó igen. nagyokat hogy ez befoglaltatja egy gyűrűt. Igen, tíz karátos kövek, hát, kell egy vevő rá, hogy ha valaki hát, akarja. Szerintem el tudná adni, hát simán. Biztos. Mennyiért adna egy Hát, mondjuk gyémántáron nem, mert tíz karácsony évente. az kicsit lehet, dága, de azért biztos, hogy ilyen magára kőért kérnék, és plusz a gyűrű ára. Plusz a gyűrű ára. Persze. Últizni, még? últizik? Azt oh, szent, ugye? Nem neked, Akkor nem is lehet zavarni? De, de ki hogy van nem, kapcsoló? nem, nem, a telefon be van kapcsolva, akkor is lehet. Akkor abba hagyom egy pillanatra a játékot, és a többiek megértően bólogatnak, és mondják, ha haj, fejezd már be, fenegye meg fejezd már be. Szóval... Milyen alapon játszanak? 20 fontos alapon játszunk, de írjuk, és a végén hát olyan 3-4 ezer forintos differenciák vannak. Ott van nagy, nagy pénzveszteség ott nincs. Nem, akkor. ott nincs nagy, és nincs nagy nyereség se. Hát van, amikor valakinek nem megy, hogy egy tízest is elveszít, de, de, de szóval azért... De az, de az nem is az nem a, já, az a ugratásra megy ki, hogy szóval ott ugratjuk egymást rendesen. A régi banda, és ott arra megy ki a játék, hogy na te hülye, miért nem tanulsz meg hogy egy ulti szóval. Az igaz, hogy minden nyelven tudja azt a kérdés, hogy ez mennyibe kerül? Mondja. Meg tudja kérdeni, kérdezni egy más ország nyelvén, állítólag egy interjúból olvastam, hogy azt mondta, minden nyelven el tudom mondani, azt hogy ez meg ez, meg ez, ez kerül. milyen nyelven van. Ikra deska. Ez azt jelenti, hogy mennyibe kerül. Törökül? Nem, az kacspara. 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 Ez ikura deszka. Nem tudom. Japánul. Japánul. Miért volt erre szükség, hogy ezt megtanult? Ez a világ legfontosabb. Ez a legfontosabb? Ez a világ legfontosabb, az a többit már lehet így csinálni. Tényleg hát... tudja? Gyakorlatilag minden fontos gószpontján a világnak ezt meg tudja kérdezni? Amik fontosak. Kamanzoli. Zoli. Héber. Héberről is tudja? No, na, hát az a legfontosabb. Aranyú szakmába. <laughs> Muszáj. Kína jól, tudja? Nem, nem. Hát Kína olyan sok tájszólás van, ezt nem is tudom, azt mind meg kellene tanulni. De japánul tudom, is, az mások. Az igaz, hogy egy időben, ha már a régiségeket említettük, a, a, az aranyat, az ékszereket, Fábri Sándort is alkalmazta. Igen, igen, igen. igen ő ilyen kikiáltó volt? Hogy... Kikiáltó volt, igen. Elég sokáig. E, uh, Sanyi meddig volt nálam? Há, négy hónapi, vagy öt hónapi, minden héten dolgozott. Minden ő fedezte föl őt, vagy fordítva? Én fedezte föl őt, mert el voltam a bevárosi színházban egyszer, és ott a Fábri valamit árverezett. Akkor még ismeretlen volt ő teljesen, és néztem, és remekül árverezett. És akkor szóltam neki, hogy gyere be hozzám, és beszéljük meg, hogy vállalod den nálam az árverezés. két egy hatalmas összeget, akkor nagy összeget, mondta, hogy én kifizetem minden héten, ekkor és ekkor árverés. És akkor jött és csinált az árverés. És az volt a problémám aztán, hogy teltház volt mindig nálunk, hogy 90 ig ilyen beadók jöttek, csak nem bevők, hát mindenki a fábbi műsorát akarta nézni. Az meg sziporkázott, meg disznókodott akkor is már. Sokat hozott? É. Á, semmit. És akkor azért mondtam, akkor azért hagytam abba, aztán mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor már fejezzük be ezt, mert ne csináljunk több árverés, mert nincs semmi értelme. Csak viszi a pénzt, de nem hoz semmit. Az idő múlását mennyire érzi? Fizikailag érzem, szellemileg nem érzem. szellemileg tökéletes állapotban van. Fizikailag érzem, már nem tudok úgy szaladni, mint... És három után elfáradok. Évente, várja ki a végét! azért ezzel folyamat. tudtam, hogy egy malackolása végén, <laughs> végén azért szóba jön. Folyamatosan udvarol, ugye? Igen. Tehát azt igen, igen. napjában hány bókot mond? Hát nem tudod, biztos sokat. Nagyon sokat? Biztos sokat. Tízes, huszas? Hát, biztos, 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 Minden lánynak, teljesen hogy öreg vagy fiatal. Az hát, ám rengeteg lány van, és a csúnyáknak is adok két puszit, nem csak a szépeknek. Az biztos jól esik nekik, persze. Persze, 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 persze. Ugyanannyit dolgozik változatlanul? Én úgy veszem az én munkatársaim, mint a családomat, szóval én nekem e, tényleg olyanok, mint a saját gyerekeim, és a legbizalmasabb dolgokat is elmesélik, a lányok elmesélik, mikor menstruálnak, szóval olyan bizalmas dolgokat is elmesélnek, mint a lányom lenne. És hogy példát mondjak rá, augusztus végén megy a társág nyaralni Törökországba, Török Rivérára. Saját, saját pénzem viszünk. Én a saját pénzemem viszem, ha nem lett vállati pénzem, tudja miért? Miért? Hát ugyanannyi adót kell fizessen, duplába kerül. Ja, akkor ez hogy oldja Németországból? Persze, Németországból fizetem. Hát persze. Szeretik a munkatársai, ugye? Nagyon. Szerintem igen. Szerintem igen. Hát akárki elment még tőlem, az vissza sírta magát, meg visszajött meg. Vagy valakit én kiraktam, az telefonált 25 ször hogy nem veszem visszajött, mert mert nem is kellene hanem meghalni a munkát, az, igazság. Elég sok ember van, mindenhol kétszer embert alkalmaz. Meg gondolom, én ön sok mindent csinál. Tehát rengeteg, minden rajta tartja, gondolom én a Minden, szemben. igen, igen, így van. nem engedné most 82 évesen dolgozni. Mi, más ilyenkorú ember otthon ül, élvezi a szabadságát, meghalni, a pénzét. Meghalni, meghalna. Meg. Én addig fogok élni, amíg dolgozni tudok. Igen? Ha nem tudok dolgozni, akkor én kész, vége van. Vége van. Nem félek a haláltól egyáltalán, szóval nem... most nem azért mondom, hogy most ja, én hogy félek, hogy meg fogok holnap halni. Szóval nem is gondol szóval, rá? Nem, soha egy pillanatig se. Mondom, hogy ma is úgy élek, és most például új rázogépet vettem, új kerítést csináltatok a Dióshoz, nem két filér, 30 millió forint egy ilyen kerítés, nem két filér, megcsináltatom. Pedig nem tudom, hogy ha meghalok, akkor kié lesz a Diós vagy gyerekeimre, nem De számíthatok, nem, nem számíthatok. De most megijesztett az utóbbi időben, a szívével volt egy kis probléma. Át a semmi, egy hülyeséget csináltak itt. Itt csináltak egy hülyeséget. Tudod, volt egy szívvibrációm, az egy véletlen szemműtétnél előtte kellett csinálni egy ilyen általános vizsgálatot, és volt egy vibráció, és bent a azt mondták, hogy hát le kell állítani, és meg kell indítani a szívet, és megszűnik a vibráció. És én hülye belementem, hát én nem gondoltam azt, hogy hülyeséget mondanak, és altatásba leállították a szívemet, megindították a szívemet, és három napig megszűnt a vibráció valóban. Aztán megint ugyanúgy vibrált, mint előtte. És hát elmentem akkor Németországba, egy csupa olyan orvosom van, hogy Németországban dr. Zeus, <laughs> ugye, hát ez csak bizalom van, nem? Itt meg dr. Farsang a professzorom, szóval csak ilyen emberekhez járok. És meg, ott megvizsgáltak ott is, meg itt is mondták, hogy rendben van minden, a vibráció az marad, az van, ezzel el lehet élni még ezer évig, de meg lehet holnap is halni. Szóval attól függ, hogy a vibrációnál csak az a probléma, hogyha nem ürít rendesen a kamera, és marad egy csöpp alvat vér benne, aztán megalvad a vér, egy, az, az fölmegy az agyba, és ott a probléma. De ez nem, <coughs> ez nem nyugtalanítja önt, Nem ugye? is érdekel. Nem is érdekel? Rá, abszolút nem érdekel. Abszolút nem érdekel. Kérdezik, hogy mióta van, mondom, nem tudom, mert amikor epe volt, akkor még nem volt. Akkor még ez nem volt. Most valamikor kaptam egy ilyen 6-8 hónapja, nem tudom mikor. Én mondtam, hogy mert szerelmes vagyok azért, mi a szívem mondom, mert nem bírom annyira, mint 20 éves koromban. 82 éve szerelmes. Persze, ha, így van egyfolytában. Úgyhogy... Jó 82 évesnek lenni? Mindegy nekem. nekem. Én nem érzem az idő súlyát. Nem érzem a súlyát. Fizikailag érzem, mert ugye már nehezebben bejárni, mert 86 épcső van nálunk, amikor reggel följövök a Svábhegyen a lakásból, de ezt muszáj csinálni, mert és most ha nem szaladom végig, mint valamikor, hanem felénél megállok, kiliegem magam. Én meg kövér is vagyok, ez az igazság. De nem akarok már fogyni, mert, mert amikor fogyta, azelőtt fogyókúráztam mindig, lefogytam 10 kilót, akkor nem tudtak velem dolgozni, azt mondta a titkánő, jaj, gyerekek, vigyázzatok, a főnök fogy, idegbajos. bajos. Szóval Igen, az... akkor, akkor idegesen meg látsam. Persze, idegbajos voltam. És akkor meg 6 hónap visszaszedtem a 10 kilót, akkor meg minek? Ezt játszottam vagy két vagy három évig, amikor abba hagytam a táncot, és akkor azt mondtam, nem érdekel engem, nem fog többet fogyni, leszek, amilyen leszek, és ha valakinek nem tetszik, az nem tetszik, az most már becsülje a belső értékeimet. Nagyon szépen köszönöm, és hogy stílusosak legyünk, készültünk egy kis meglepetéssel. Az aranyember. Köszönjük szépen. Köszönöm.